A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Kedves nézőink, az elmúlt héten megismerhették Csizmadi Imre, az Agrárkamara kertészeti és beszállítóipari osztályának országos új elnökét. És most pedig folytatjuk ezt a beszélgetést, mert akkor zömmel a saját földjeikről, terményeikről beszéltünk, mindarról, ami három generáció óta foglalkoztat a családot, hiszen egy három generációs múltra tekint vissza a kertészeti növénytermesztésük Budyik környékén, körzetében. Most pedig természetesen ismét Csizmadi Imre a vendégem. Tisztelettel köszöntöm. Ugye a Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karán gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökként kezdte, majd Hollandiában a Drontani Egyetem kertészeti és szántóföldi gazdálkodás szakán végzett. Az év agrárembere versenyben elnyerte az év kertészedíjat, és akkor még ennek nincs vége, hiszen nyilvánvaló, hogy olyan elnökségi tagja a Magosz fiatalgazda tagozatának, az Agrárkamara Pest megyei küldöttje, illetve elnöke a Budyi Területi Agrárbizottságnak. Ezzel most befejeztem a felsorolást, örülök, hogy itt van velünk ismét. Köszönöm szépen. És akkor nézzük meg, hogy miként állunk kertészet és beszállítóipar tekintetében itthon. Mert hogy valljuk meg, ez rendkívül fontos. És én olvastam egy gondolatsorát, amelyben azért, ha úgy tetszik, bírálta az eddigi történéseket. És ugye nagyon fontos dolgok ezek. Egy párat azért kiemelnék, tehát a továbbképzési lehetőséget, a szakmai fórumok többségét, több lenne a közéleti szerepvállalás, a generációváltás elkerülhetetlensége, a célprogramok kifejezése, a támogatási rendszerek finanszírozása, finomításával együtt, az új kapról is megvolt a maga véleménye, kiemelte a párbeszédet, az összefogást, a piaci pozíciók megőrzését, illetve fejlesztését, és az export lehetőségekről is szó esett. Erről kéne beszélnünk, mert ezek valóságosan nagyon-nagyon fontos kérdések, és nyilvánvaló, hogy a Magosz, illetve az Agrárkamara, tehát itt most a kamaráról beszélünk elsősorban, elsődleges feladatának tekinti, hogy ez országos szinten is megvalósuljon. Amikor megválasztották, hiszen egy generációváltás zajlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élén, akkor melyek voltak azok az alapvetések, amelynek mentén, ha úgy tetszik, ringbe szállt, amelyet mindenképpen szeretne megvalósítani? Kezdjem. Tehát amikor azt mondja, hogy bíráltam, magunkat bírálom azzal, hogy a magyar mezőgazdaságnak sokkal nagyobb szerepe lehetne itt Közép-Európában a kertészeti termékek előállítása és értékesítése szempontjából, és nem csak az európai értékesítés, hanem esetleg a közel-kelet tinyitások sem ördögtől valóak, illetve speciális termékek előállítása. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor rá vagyunk kicsit ülve a megszokott növénytermesztésre, és nem gondolkodunk abba, hogy ebbe 10-szer meg 100-szer ennyi ekkora lehetőség is van, egységre levetítve, tehát hektáronként. Melyek a legfontosabb szakmai, illetve finanszírozási kérdések jelenleg? Ugye ilyen akadályok nincsenek, mert azért, ha úgy tetszik, a gazda, bármely gazda hozzájuthat ahhoz a forráshoz, amelyen megvalósíthatja elképzeléseit. De milyen szakmai segítséget tudnak adni azoknak, akik, hogy azért tovább fejlődjön a ágazat? Én úgy gondolom, hogy a termékek nem egy kézben, de a termékek összpontosítása egy feldolgozóipar, vagy egy bármilyen felvásárló disztribútor cég által, az nagyon hiányzik. Tehát egy tervezhető évet még senki sem tudott lerakni az asztalra, mert ugye egy-egy individuál, egy-egy gazda nem fog belevágni speciális nagy bekerülési értékű
növények termesztésébe, anélkül, hogy biztosan tudja, hogy ezt meg fogja valaki venni. Tehát a magyar gazda szeret valamennyire árbevételt számolni, vagy legalábbis úgy belevágni a dologba, hogy tudja, hogy plusz lesz a vége. Tehát ívet kéne adni a történetnek? Igen, türelmesebbnek kéne lenni? Úgy gondolom, hogy kellene valaki, vagy valakik, tehát egy erős tőkés réteg, aki esetleg látná a fantáziát abba, hogy ezeket a termékeket feldolgozva egy magyar brandet létrehozva, legyen az burgonya, legyen az tényleg itt a jó példa az Univer a dologra, az ő termékeivel tudott egy olyan magyar paradicsomtermesztést kialakítani, ami példaértékű és világviszonylatban is megállja a helyét. Az Agrárkamara tud abban segíteni, hogy ezek a szakmai portfóliók megvalósuljanak? Hiszen ez nem csak szakmai, hanem pénzkérdés is. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen tud segíteni, és az sem elképzelhetetlen, hogy esetleg a gazdák társulásai hozzanak létre egy-egy ilyen vállalkozást, tehát mondjuk egy burgonya feldolgozáshoz kapcsolódó chipsgyárat, vagy hasábgyárat. Nincs Közép-Európában, úgy tudom, hogy nincs vagy nem sok hasáb, tehát fagyasztott hasáb burgonya előállító egység. Kevés van. Tehát egy ilyenre is tudna egy közösség pályázni, és ugye a közösség tagjai termelnének be. Ezáltal úgymond duplán, vagy kétszer realizálva a profitot, egyszer a közös cégükbe, egyszer pedig a saját termelésükbe. Tehát ha ezt tovább visszük, akkor nagyon fontos, hogy a feldolgozóipar és a termesztők, a növénytermesztők is közösen gondolkodjanak, és legyen egy sajátos, valóságos jövőképük. Igen, én úgy gondolom. Tehát a egyes ágazatoknak, a szereplőinek mindenképpen együtt kell gondolkodniuk. Tehát nekem szívügyem a burgonya, és ugye a mi termesztésünkből is adódóan mi sok burgonyát állítunk elő, de jelenleg is, tehát a jelen helyzetben mondjuk rengeteg korai burgonya van a piacon. Amit ugye, hogyha kinyitjuk a szemünket, látjuk, hogy nem fog követni a tárolós időszakra, illetve a késői burgonyákhoz tartozó mennyiség. Ha szétnézünk Európába, látjuk, hogy mindenki későn tudta földbe rakni a burgonyáját, tehát ez feltételez egy októberi vagy egy novemberi indulást az import szezonnak. Tehát, hogyha most meg tudjuk fogni, illetve esetleg lecsapolni a felesleges mennyiséget, akkor egy jó szezonunk lehet még augusztus, szeptember, október, esetleg november távlatában. Ez vonatkoztatható más növényfajtákra is? Adott pillanatban, adott esetben igen. Tehát, hogyha közösen gondolkodunk, és látjuk a problémát, amit le tudunk vezetni, akkor magasabb átlagárat fogunk elérni az éves viszonylatban. Mert bizonyos értelemben ezt meg lehet hirdetni, nyilvánvaló, de az, hogy ez a szakmai portfólió úgy egy kerek egységes egész legyen, akkor nyilván el kell terjeszteni. Tehát az tökéletes, hogy magasan kvalifikált szakemberként ön ezt mondja, viszont megvan-e hozzá az akarat, a pénz, és egy csomó minden kell nyilván, hogy ez megvalósulhasson. Történnek ehhez lépések, amelyek hozzásegítenek? Én a saját ágazatomban próbálom ugye elterjeszteni az információt, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy mindig kisebb egysége is, ami hozzátartozik a szakmához, jól értesült legyen arról, ami tud történni 2-3 hónapos távlatban. Ugye a kertészet is időjárás függő bizonyos értelemben, természetesen már, mint a szántóföldi kertészet. Abszolút, és most egy meglehetősen nehéz időszakot él meg mindenki, hiszen változott az időjárás itt Közép-Európában is. Miként lehet olyan szakmai portfóliót kiterjeszteni, mert ezt hozzá kell szokni. Ugye azt mondják a jövőképről, és nem jó sok mondják, hanem szakemberek, hogy ez most már így marad. Gondolkodtak ezen? Én úgy gondolom, hogy nem, tehát maga az időjárás, legalábbis az én távlatomban, tehát nekem van egy 10-15 éves rálátásom erre az egészre, azóta nem változott túlzottan. Tehát 2007-ben is volt 40 fok, meg volt 40 fok szerintem az 1900-as években is. Tehát nem,
a Kárpát-medence időjárása nem annyiban különbözik szerintem, mint amennyire ezt felkapják. Tehát lehet, igenis lehet jól gazdálkodni jelenleg is, ha a kubikosok kézzel tudtak csatornarendszert ásni Magyarországra 40 ezer kilométer, akkor nem hiszem el, hogy azt a 40 ezer kilométer most gépekkel nem tudjuk kitisztítani. Tehát akkor megérkeztünk az öntözésfejlesztéshez, ami egy rendkívül fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy itt nálunk a mezőföldön is a gazdák megszívlelik azokat a gondolatokat, amelyek e körül forognak, mert hogy elhanyagoltuk, mondhatom ezt többes számban, és az egész országban így történt. De milyen szakmai és finanszírozási akadályai vannak annak, hogy az öntözés fejlesztés, hiszen ahogy ön is mondta, a csatornarendszer országszerte elkészült, megépült. És hol egyik oldalról, hol másik oldalról szántották el, ilyen is láttam számtalanszor, vagy pedig egész egyszerűen benőtte a gaz, és ha úgy tetszik, és bocsánat a kutyáktól, de ma már a kutyát se érdekli. És közben kiderül, hogy ez lehet az az alapvetés, ami megmenthet olyan földeket, ami a szárazság okán más megoldás nem lévén. Így van. Tehát én úgy gondolom, tehát nem vagyok teljesen tisztában a csatornahálózatnak a felújításának a költségeivel, illetve hogy mennyit kell ezen fejleszteni, hogy mondjuk az országnak a földrajzilag lehetséges részeit meg tudjuk öntözni, de én úgy gondolom, hogy ez is gazda összefogás kérdése, és a csatorna tisztításához nem kellenek különösebben speciális eszközök. Tehát a gazdák a saját traktorjaikkal egy-egy speciális felépítménnyel meg tudnák oldani a csatornák karbantartását, ha mondjuk garanciát kapnának arra, hogy a víz az érkezni fog. Tehát ugye ez átemelő szivattyúk és zsilipek üzemeltetésének. Tehát tulajdonképpen szakhatósági, műszaki és más feltételek teljesülhetnének. Ezek megvannak. Ugyanakkor nincs egység ebben, de hát ez egy másik dolog nyilván. Hol tart ma a magyar kertészet, ha kitekintünk Európába? Jelenleg én úgy gondolom, hogy vannak olyan kertészek, akik megfelelően használták a pályázati forrásaikat, és rendkívül látványos dolgokat tudtak elérni rövid idő alatt. Tehát az árbevételek akár évről évre való megtöbbszörözése és jelentős pozíció elérése a hazai kiskereskedelmi áruházláncokban, de elég kevesen értékel ezt egy-egy ágazatban talán csak néhány szereplő, aki képes volt erre. Mások nem voltak annyira bátrak. Ugye a magyar gazdáknál még mindig fönnáll a hiteltől való félelem kérdése, az indokoltnál jobban, illetve magasabb szinten való beruházástól való félés. Tehát a magyar gazda mindig csak annyit fektetett be, amennyi indokolt volt. És az jelenleg nem elég, illetve az elmúlt években nem volt elég. Engedje meg, hogy idézzem. Úgy fogalmazott, hogy a másik probléma, tehát az egyikről már beszéltünk, az ágazaton belüli szakmai kommunikáció, vannak szaktanácsadók, szakmai fórumok, továbbképzési lehetőségek, ám ezek nem mindig érik el a gazdákat, vagy éppen azok a gazdák nem mennek el ezekre, akiknek szükségük lenne a korszerű tudás megszerzésére. Azt tekintem fő célomnak, folytatja a közéleti szerepvállalása, hogy ezeken a területeken akár csak a generációváltás terén előrelépést érjünk el. Ez egy nagyon fajsúlyos gondolat mindenféle értelemben. Hogy lehet ezt megvalósítani? Tehát ugye a szakmai fórumok és a továbbképzési lehetőségek mindenképpen fontosak. Nyilván erre nem parancsszóra nem megy természetesen. Nem. Ez bizonyos értelemben ráhatással kell lenniük. Illetve hát ugye említette a generációváltás kérdését, de az már egy másik történet. Mindenképp vonzóvá kell tenni ezeket a fórumokat, tehát úgy olyan módon kell ezt előadni, és ez nem az én asztalom, úgymond a magának a marketingnek a jelentősége és a létrehozása ebben a dologban, de kell, hogy motiválja a gazdákat az, hogy részt vegyenek egy olyan dolgon, ami később az ő javukra fog válni.
Fontos kérdés, hogy a célprogramokat beteljesüljenek. Vannak olyan uniós célprogramok, amelyek népszerűek, amelyeket tulajdonképpen felesleges is népszerűsíteni, hiszen nagyon-nagyon sok gazda szeretne ebben részt venni, illetve a támogatási rendszerek finomításáról beszélünk, akkor igénybe veszik-e a támogatási rendszereket a gazdák most? Egyre jobban, én úgy gondolom. És egyre szebben finomodik, tehát most a most kijött pályázati felhívások már egészen jól sikerültek, tehát ugye társadalmi egyeztetésen volt sok jogcím, és én úgy gondolom, hogy évről évre, tehát soha nem, vagy ritkán történik olyan, hogy rosszabb lesz egy-egy pályázati felhívás, mint amilyen volt. Finomodnak, csiszolódnak, és egyre több gazdát érdekel. Tehát én úgy tudom, hogy elég jó lesz a mostani körnek is a kihasználtság. Ugyanakkor fontos a forrás, és ez megvan a közös agrárpolitika egyik része, ami az Uniótól jön, a másik oldalra, amivel a jelenleg a kormányzat kiegészíti. Én azt hiszem, hogy ez elég erős lehetőség minden agrárgazdának. Ezt hogy lehet célszerűen felhasználni? Figyelnek-e arra, hogy milyen programokat finanszírozzanak? Hát ezt a részét talán lehetne jobban monitoringozni, vagy jobban fogni a gazdák kezét, de erre meg valamiféle szaktanácsadói hálózatnak kell kiépülnie, akik írják a pályázatokat is, hogy mi lenne a célszerű, vagy megvizsgálni egy-egy alanynak a magát, a gazdaságát, és hogy arra, mire lenne valójában szüksége ő neki. Elhiszem, hogy akar egy szép traktort, meg egy nagyobb traktort, meg mindig e körül fog a dolog valahogy, de valójában nem traktorra van szüksége, hanem más egyéb eszközökre, amivel később tud venni traktort. Az, hogy kitárult a kaput, tehát nőttek az export lehetőségek, ez nyilván a szakmai portfóliókat is szélesebb tárházát nyújtja. Élnek ezzel a gazdák, miként látják? A kapu nyitva is volt, csak senki nem. Tehát az, tavaly is az volt számomra megdöbbentő, sikerült a saját gazdaságomból közel 30-40 kamion vörös hagymát exportálnunk, és ez a kapu ez teljesen nyitva volt. Csak soha nem fogta meg senki azt, hogy akkor menjen abba az irányba is. Tehát ez egy komoly cél, hogy vissza az eredendőhöz? Tehát ugye itt a vörös hagymát említette, ami eltűnik, mintha nem is lett volna, pedig rendkívül sok lehetőség van benne. Igen, én úgy gondolom, bár mondjuk ez az év kezd rácáfolni a dologra, mert nagyon sokan belevágtak a vöröshagyma termesztésben, azonban tároló kapacitás nélkül, és jelen pillanatban egy erős árzuhanást tapasztaltunk, ami szerintem egész a tárolós szezon kezdetéig ki fog húzni. Tehát ez is a meggondolatlan előre menetel volt, tehát mindenki egyszerre elkezdett vöröshagymát vetni, mert az jónak tűnt, de nem volt meg a háttér, és nem volt meg az organizáció az egész mögött, hogy azt a vöröshagymára, mert szükség van arra a vöröshagymára, ami elett, még kétszer annyi vöröshagymára is szükség van, csak nem augusztusban, meg nem szeptemberben. Világos. Ha összefoglaljuk, akkor a kertészeti ágazat hol tart most? Összehasonlítva más országokkal? Igen, azt mondom, hogy a hasonló elven működő és a hasonló éghajlati feltételek mellett élő mezőgazdasági. Én úgy gondolom, hogy még mindig le vagyunk maradva, de nem, tehát nem behozhatatlanul vagyunk lemaradva, de megnézzünk egy Olaszországot, aki igazából teljesen hasonló feltételekkel tud működni, annyi, hogy ott nyilván a páratartalom magasabb, az pedig egy csomó esetben előnyként jelentkezik, de ők sokkal több terméket tudnak exportálni. Értem. Hát áttételesen beszélgettünk a beszállítóiparról, de azért néhány gondolatot hadd osszon meg velünk, kérem szépen. Tehát hol tart most a beszállítóipar ebben az értelemben? Tehát, hogy a kiskereskedelmi áruházláncokkal hogyan boldogulunk? Igen, mert ez fontos kérdés, főleg ha mi itt Székesfehérváron és környékén nyilvánvaló, hogy el vagyunk látva, a hatalmas nagy áruházak vannak, kis áruházak vannak és a többi, tehát mindenütt lehet mindent vásárolni, de pontosan ezért nagyon fontos kérdés, hogy a gazda, az őstermelő, az miként boldogul ebben a kérdéskörben.
a felnőni odáig, hogy be tudjon szállítani valaki, az hosszadalmas, teljesen át kell állítani az eddig feleslegesnek tartott minőségbiztosítási rendszerek egyszerre fontossá válnak, és követni is kell azoknak az útmutatásait, tehát az egész gazdaságnak a létét meg kell változtatni ahhoz, hogy egyáltalán a kiskereskedelmi áruházlánc ugye szóba álljon velünk, ezek nemzetközi sztenderdek, ezek az áruházak nemzetközi cégek egyébként, tehát őnekik valahova tartaniuk kell. De összességében ők mindig jobb helyzetben vannak, mint a gazdák. Ők mindig sokkal kevesebben lesznek, és mindig sokkal nagyobb ugye a vásárlóerejük, ezáltal függést tudnak kialakítani. Tehát a mennyiség és a minőség azért kézenfogva jár ebben az értelemben. Tehát aki a mennyiséget és a minőséget is megfelelő mértékben termeszt és kíván eladni, az azért el tudja adni. Így van. Azt mondhatjuk. De nagyon fontos, hogy annak a minőség mellett mennyiség is legyen, mert ha egy teljesen prémium gazdálkodó, tényleg tökéletes termékei vannak, de nincs csak 5-10 hektárja, az megint nem lesz jó, mert az elkopik egy hét alatt, vagy kettő alatt, és akkor nincs egy konstans standard. És ebben tudnak önök segíteni? Hogy egy-egy gazda megtanulja, hogy ha elindul. Tehát én úgy gondolom, hogy én el tudom mondani, az Agrárkamara is el tudja mondani, hogy hogyan kellene ezt csinálni, de amikor elmondjuk, hogy ezt hogyan kellene csinálni, tehát abból nem várható az, hogy ez jövőre megvalósul. Tehát ez egy 10 éves tervnek kell lennie, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy képes egész évben a saját termékét áruba bocsájtani. Abban segítenek, hogy azok a népszerű termékek, amelyek felkeltenék a nagy áruházláncok, vagy a éppenséggel a kicsik figyelmét egyre nagyobb mennyiségben és kiváló minőségben kerüljenek a földbe? Adnak tanácsot és figyelik ezeket az oldalakat? A gazdák? Tehát a gazdák nem figyelik az oldalakat, és valószínűleg mi is kevés tanácsot adtunk eddig ebben a dologban. Tehát nincs a szántóföldi zöldségtermesztésnek, vagy az egész kertészetnek, nincs egy konkrétan leírt verzió, hogy mit érdemes, vagy hogyan érdemes csinálni. Tehát én mindenképp azt tudom mondani, hogy minden diverzifikálni kell. Tehát az életnek egyik területére se igaz, hogy jó egy lábon állni. Világos. És tehát ez az első dolga a kertészetnek, hogy diverzifikálni kell. Mindenképpen tudjuk azt, hogy számíthatunk valamilyen árbevételre valamelyik részéről a portfóliónknak. Tehát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy elindult egy folyamat, és nem tudhatjuk még ebben a pillanatban, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Így van. Így van. Én úgy gondolom, hogy van most, főleg most a szántóföldi, a standard szántóföldi növények anyatlásával, az időjárásnak ugye ezen szélsőségeivel, illetve az öntözésnek a kérdésével kialakul egy igény, egy magasabb hozzáadott érték termesztésére, viszont ezt irányítani kell, mert ez nem olyan, mint a gabona, hogy odáll a kamion a föld szélére, ráürítünk, és akkor valaki valamennyi pénzt adni fog érte. Hollandiában így működik, teszem hozzá, a hagyma és a krumpli is, odaáll a föld szélére a kamion, és valaki meg fogja venni, de ott valaki hasábot csinál, valaki chipset csinál, valaki feldolgozza valamilyen módon azt a terméket. Tehát ugyanúgy, mint itthon a gabonát. Tehát ez a példa, és el kell indulni egy ilyen úton. Nem igen. Feltétlenül a holland minta a miénk, mert hogy mások az éghajlati viszonyok és a többi, de valamilyen szinten nyilván követni kell. Képesek lehetünk hasonló struktúra kiépítésére. Tehát Hollandia is annyira unikális az, amit csinálnak, mondjuk nézzünk egy lilium hagymát. A liliumnak a 60-70-80%-át Kína vásárolja meg a kínai új évre, mert földíszítenek mindent liliummal. Hollandia ebből sok millió vagy milliárd dolláros üzletet csinált, hogy ők termesztik azt a hagymát, amit majd Kínába belültetnek, és ki fog hajtani ugye a kínai új évre. A virág. Így van. Pedig valószínűleg a világon más országban is elő lehetett volna ezt állítani. De őnekik van meg a technológiájuk hozzá, őnekik van meg a kormányhivatalok, ami
a standard minőséget garantálja ugye a szaporítóanyag minőségbiztosításával kapcsolatban, és kialakult az ellátási lánc, a vevőse és az eladóse akar más partnert keresni, így ez bezárult a kör, és ők ezzel köszönjük szépen, jó profitot csinál. Tehát gondolkodni kell lesz, így van, és hát mi más kívánhatnék itt a végén, hogy találjunk ki valamit, és ültessük el, hogy aztán virágba boruljon a Kárpát-medence mindenünk javára, az önök javára is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Csizmadi Imre, az Agrárkamara Kertészeti és Beszállító Ipari Országos Osztály elnöke volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.